Kossuth Rádió. A szavak ereje. A szombat délelőtöt hallják most röviden arról, mi lesz 11 óráig. A nagy testvér helyett a közös szem figyel. Lakók szemeznek egymással, és szállnak szembe a tolvajokkal. A mi házunkban Ili néni, Erzsike néni és Rózsika néni az élő rejtett kamera. Figyelnek egész nap, nem csak a saját lakásukra. Ez kétségtelenül olcsóbb, mint a profi biztonságőr szolgálat, és csak nem olyan hatékony. Persze nem szállhatnak szembe senkivel, aki náluk erősebb. Ezért jó, ha minél többen vannak azok, akik nyitva tartják a szemüket egy lakókörnyéken. Szemeznek a szomszédok. Európai ötlet volt, már a Magyarországon is mozgalommá vált. A szem, vagyis a szomszédok egymásért mozgalom tagjai figyelnek, szemmel tartanak, és minden szempontból segítik egymást. Kapujukra táblát függesztenek, ezt a házat a szem védi. A figyelő szomszédokról persze másra is asszociálhat az ember, de talán elhihetjük, hogy az egymással való törődés és a valódi segítség hajtja Pécset, azt a közösséget, amelyre Schweyer Rita rátalált. Azt hirdetik, hogy a biztonság nem az elszigeteltség és bezárkózás árán, hanem sokkal inkább az összefogás erejével érhető el. Itt az ön kapuján már látom a táblát. Nagy S.E.M. által őrzött terület. Van egy kis házikó, a körül szemek, és piros betűvel az, hogy vigyázz, a szem figyel. Amikor készítettem ezt a táblát, megkérdezték, hogy mi az ez a szem. Az egy új őrzővédő cég. Végül is ennek a táblának pont ez a szerepe, hogyha valaki ezt meglátja, elsősorban azt gondolhatja, hogy valami biztonságot nyújt ennek a lakónak, aki itt lakik. Ráadásul itt van két elég jól megtermett kutyus is. Innentől fogva már kockázatos ide a bemenetel. Tehát a tábla nélkül is. Ők a leghűségesebbek, meg a legolcsóbb biztonsági felszerelés, mert ma már minden biztonsági felszerelés nagyon drága. De akkor minek kellett még egy ilyen szemtábla is? Kanadából jött ez. Police.hu-n találtam rá, az OFK-nak a honlapján. Azért lett erre szükség, mert 2008-ban a Nagy Józsi bácsiknál sarkon egymás után kétszer betörtek. És akkor a nyugdíjas rendőr közbelépett. Kit kérdeztek volna meg, hát engemet. Mindenki tudta, hogy én rendőr vagyok. Hozzám fordultak segítségül, hogy mit lehetne ilyenkor tenni. Házról házra elmentem a kilincselt. Kilincseltem, igen, és akkor elmondtam a szomszédoknak, hogy van itt egy ilyen nagyon jó dolog, ami teljesen ingyen és bérmentve van, csupán csak a mi jó indulatunk és a szomszédi kapcsolat kell hozzá, semmi más. Jó napot, Józsi bácsi! Jó napot kívánok! Önök voltak azok, akikhez kétszer is betörtek? Elvittek órát, meg pénzt, és akkor egyszer elvitték az udvarba a talicskát, meg ilyen vasakat. És hallom, hogy a kutyusukat is nagyon verték. Nem verték, anyu csak úgy megsillítették. Hát ez mondjuk elég volt, jó elverték. Arra jöttek haza, hogy itt ellopták a dolgokat? Dehogy is, éjjel volt. Éjjel aludtunk a feleségemmel, és akkor így betörték az ablakot, lefeszítették. És akkor itt fölmetek a lépcsőn, és ott meg a felső ablakon szintén kifeszítették, és táskámban volt 80-valahány ezer forint, kivette a pénzt. Akkor a következőben, akkor megint bejött. Tetszik látni? Lefeszítették a lakatot mindenfélét. A kapuról. És akkor volt ilyen vassablon, ilyen betonsablon, talicskát elvittek gázpalackot. Mit gondol azáltal, hogy van ez az egymásra figyelés? Segíthet azért valamennyit? Ha egymásra figyelünk, és idegent látunk, én jó magam is pedig, hát mondjuk, én már fizikailag nem vagyok olyan, de hát azért csak észreveszem. Ha gyanús ember jön, lefenképezzük. Történt nem egészen 3 hete, kintetem vettem itt a kertbe, általam ismert bűnelkövető jött az utcába, vele jött egy erős, sportos fiatalember, azt nem ismertem. Észrevettem, hogy másik szomszéd bácsi is közeledik, és mutogat. Tehát már a jelbeszéddel is értik egymást. A telefon mindig nálam van, kihajoltam, csináltam itt egy felvételt, észrevette az általam ismert személy, hogy kukucskál. Nagyon-nagyon lesek kifele, meg szomszédom is. Fiatal embert így megfogta a karját és elrántotta. Az utolsó előtti háznál Marika néniekhez akart bemenni. Ez 10:45 volt. Este? Délelőtt. Marika néninek a kerítésén is kín van ez a tábla. Hát igen, akkor ez valójában a... semmit nem jelent. Sajnos ez van. A bűnözők általában aluliskolázottak. Amikor kitettük ide a táblákat, 2009. május 6-án, jöttek ilyen aluliskolázott személyek, felderítők lehettek, idézőjelben. Megálltak, nézd van, milyen tábla ez. Talán be van kamerázva ez az utca. A múltkor még nem volt kint ilyen tábla. Azért van ez a házikó, meg körbe a szem, ez egy óvodás kép.
hogy mindenki számára jól érthető hát, legyen. Egyetlen. Ha olvasni nem is tud, de a rajzot hát, ha így van, hogy érti. Lát egy házat, és ha körbe van rakva szemmel, már valami foganatja van. Szia! Ön hogyan kapcsolódott be ebbe a szembe? Figyelek. Megpróbálok tágra nyitott szemmel figyelni, hogy ki közlekedik. Ennyire fontos önnek is? Fontos, persze. Egymásra is figyelünk. Nem-e van rosszul esetleg még ilyen szempontból is figyel a szem. Bekopog esetleg a szomszéd nénihez, nem, és megkérdezi? Van titkos telefonszámunk is, fölhívjuk. Csak önök tudják egymás között? Az utca tudja egymásnak a telefonszámát, és tudjuk értesíteni, ha van valami. Ki Attila? Zárom a kutyát. Ja, jó. Nyílik az ajtó. Ez az a sarok épület, amit a legjobban kell védeni. Itt van velünk szemben az erdő. Önöket talán kevesebb szomszéd tudja szemmel követni. Egy oldalról van szomszédunk, emiatt igen, de egyébként mivel az utcában úgy tűnik mindenkivel jobban vagyunk, ez egy jó közösség, ezért azt gondolom, hogy mindenki figyel ránk. Csomó közös rendezvényük is van. Itt nem messze van egy tisztás, amit együtt gondoztak. Tábla nélkül formálódott volna itt közösség? Bizonyára nem. Most nem az, hogy fényezni akarom magamat. Többen mondták, hogy mindenki csak élte a napi kis életét, itt nem foglalkozott egyik a másikával. Ebben van közösségformáló szerep is. Nem számít, hogy kinek mi a foglalkozása, kinek mi az iskolai végzettsége. Mi szomszédok vagyunk. Örömmel tapasztalom, hogy most már Pécsen ennek hatására alakulnak egyre másra a szemmozgalmak. Árpád-tetőn talán egyik legnagyobb bűnügyileg fertőzött terület, és hát ott a lakók kénytelenek, úgy mint a polgárőrök, megbeszélt időközönként körbejárni a lakók környezetüket. Szabolcsfaluba, és létrejött a szemmozgalom. Rá vagyunk kényszerülve erre az egészre, mert mindenki mögött, meg mindenhol nem lehet rendőrt állítani. Kinek másnak nem lenne nagyobb érdeke, hogy megvédje saját vagyonát, mint a saját tulajdonosának. Magyarországon nagyjából 100 000 őrzővédő, és rajtuk kívül még vagy 40 000 rendőr dolgozik azért, hogy biztonságban legyünk. Kiszámolhatjuk, hogy mennyi pénzt emészt fel a védekezésnek ez a formája. A szem honlapján, a szem.freeweb.hu címen viszont konkrét ötleteket is találhatunk az önvédelemre. Például a kaputelefonnal csak az engedje be a postást, a látogatót, a mesterembert, akihez az tényleg jött. Kertvárosban pedig feltűnő, ha ismeretlen autó parkol a házunk közelében, és talán az is gyanús lehet, ha hosszabb ideig ücsörög és figyel valaki benne. Aztán kertesházban a ház hátsó részére is kivezethetjük a csengő hangját, így a kertben dolgozva is hamar észrevehetjük, ha keresnek bennünket. Azért persze nem kell mindenkit őrezgetni, elég, ha óvatosak vagyunk.